Sziasztok, kicsomizók! Én Kiki vagyok, és ma egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Annyira kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne vajon. Úgyhogy vegyük le a tetejét. De először nézzük meg a borítékot. Tekerik le róla. Szuper! Ígyni, és akkor vegyük ki. Milyen kreatív dolgokat csinálsz szabadidődben? Ha a tánc is annak számít, akkor a legtöbbször azt csinálom. De persze imádok rajzolni, festeni, slime-ot készíteni, és mindenféle olyan kreatív cuccot, amiben van csillám. Legutóbb, mikor Mimi átjött, csillámos festékkel készítettünk képeket, amiket kitettünk a szobán falára. Kicsomizók, nektek milyen kreatív hobbitok van? Írjátok meg kommentben! Na de nézzük, mi van a színes szalagok alatt. Én már látok valamit. De vajon mi lehet ez pontosan? Hoppá! Ez valami nagy! Na nézzük! Azta! Elképesztő csillám stúdió! Milyen menő! És milyen jó csillámos minden! 8 éves kortól ajánlott! És azta! Milyen jó kitűzőket lehet ezzel csinálni, meg karkötőket, ékszereket, de jó? Hű, ezek nagyon jól néznek ki. Már nagyon várom, hogy én is készítsek ilyeneket. Na, de nyissuk ki. Szuper. Ezek biztos ilyen tartozékok lesznek. Szuper, vegyük ki ezt is. Wow, ez úgy néz ki, mint egy űrkapszula. Tök menő. Na de vegyük ki még ezeket is. Szuper. Ah, biztos erre kell majd feltenni az egészet. És itt pedig a használati utasítás. Szuper. Ez azért biztos jól fog jönni. Csillámozni gyerekjáték. Tervezd meg a dizájnt. Indulhat a csillámozás. Add hozzá a csillámot, ragaszt, helyezd be a csillám stúdióba a ragasztóba backend darabot, és zárd be a képet, és indítsd el. Várj pár másodpercet, és utána kész is. Utána viszont 2-4 órát kell várni ahhoz, hogy teljesen megszáradjon a ragasztó. Na, építsük is össze. Wow, itt mindennek biztos megvan a helye. Na, nézzük meg ezt a kis kapszulát. Oké, először nézzük meg, mi van bent. Ő ide kell majd beszórni a csillámot. De jó, és így tudjuk majd tekerni, hogy mindenhova jusson csillám. Na, tegyük be ide. Szuper. Nagyon jól néz ki. Most nyissuk ki ezt az acskót. Oké. Wow, mennyi minden van benne. Azért ez most izgatja a kis fantáziám. Oké, vegyük ki a dolgokat. Wow. Mennyi fajta csillám? Itt van egy fényezőlak. Ez pedig a ragasztó. Oké, tegyük be a helyére. Úgy szeretem az ilyen dolgokat, ahol mindennek megvan a maga helye. De jó leszeteket majd összecsillámozni. Biztos nagyon szépek lesznek. Milyen jó kis szívecskeformák vannak benne. Oké, tegyük le. Most pedig nézzétek, itt vannak a csillámok. De jó, annyira várom már, hogy összecsillámozzuk a mintákat. Oké, az pedig oda. Hú, és ezek is milyen menők. Hű, és ez fém. De jó. Azt a nagyon menő ez a lánc. Na, de tegyük le ezt is. Nézzük, ezekkel kell majd rákennünk a ragasztót, meg a fényező lakot. Ezek is a helyükön. Na de nyissuk ki a csillámokat. De jó, mennyi fajta! Ez a rózsaszín nagyon szép. Hű, nagyon jól néz ki. Őket is tegyük be a helyükre. Ide.
szuper, ezt is behelyezti. Ídni. Kész is. Ez pedig valami matrica lesz. Itt vannak a formáink. Júj, ez unikornisos. De jó. Itt pedig egy hajráfot is kaptunk. Ezt, ha megcsináltam, tuti rengeteget fogom majd hordani. Ezek ilyen ragasztó formák. Wow, itt ilyen flitterek is vannak. Vagy ezek ilyen strasszkövek? Nem tudom, de nagyon jó. Hű, hát én az unikorn is fogom megcsinálni. Úgyhogy tegyük félre. Vegyük ki a ragasztót, mert arra nagy szükségünk lesz. Hozzok egy papírt, hogy ne legyen minden ragasztó. Szuper, ráteszünk egy picit. Itt mi? De csak annyit tegyetek, hogy ne pazaroljatok. Szuper. Na, vegyük ki az ecsetet. És kezdjük is el. Oké, először a fejét fogom beragasztózni. Így. Oké, mindenhol. Hogy mindenhova tegyünk, nehogy valahol ne legyen csillámos. Szuper, kész. Oké. Most nyissuk ki ezt a kapszulát. Így mi. És tegyük bele ebbe a kis tartóba. Ezzel tudjuk majd forgatni. Ez egy ilyen kis csipesz, amiben könnyen be lehet csíptetni. Szuper! És öntjük bele a csillámunkat. Én most ezt a fejéret választottam. Szerintem ez így nagyon jól fog kinézni. Úgy mi? Visszatesszük a tetejét. Szuper! Így mi? És el is indíthatjuk. Wow, milyen menő! A csillámok körbe-körbe repkednek. Most 5 másodpercig jobbra tekerik. Aztán pedig majd cserélünk is balra, hogy mindenhol legyen csillám. Szuper. És most a másik irányba forognak a csillámok. Annyira kicsomisztikusak ezek a csillámok. Ennél szebb ajándékot Mikulás napra nem is kívánhattam volna. Persze kaptam egy csomó édességet is. December 5-én este mindig kiszoktam tenni a gumicsizmám az ablakba. És reggelre tele lesz finomságokkal. Én az előszobában szoktam hagyni a cipőmet, de oda is mindig megérkeznek az ajándékok. Hát igen, úgy tűnik a téllapon mindenhol meg tudja találni a cipőnket. És ti kicsomizók, miket kaptatok a Mikulástól? Írjátok meg kommentben. Közben kész is vagyunk. Hű. Na, vegyünk le a csipeszről. Szuper. Aszta, ez nagyon menő lett. Nagyon jól néz ki szerintem. Most pedig várnunk kell 2-4 órát, míg teljesen megszárad a ragasztó. És már itt is vagyok. Na nézzük, folytassuk tovább. Tegyünk új ragasztót, mert a régi már megszáradt. Úgy mi. Oké, és tegyük vissza a helyére. Na. Tényleg tök jól megszáradt. Oké, most pedig fessük be itt a sörényét. Nem minden csíkot, mert én úgy szeretném, hogy más színűek legyenek a csíkok. Úgyhogy azt még ott befestjük. De a következőt kihagyjuk, az más színű lesz. És az alsót is. Szuper. Kész is van. Most akkor tegyük be. Így mi? Rácsipeszeljük. Jaj, de vigyázzatok! Nem ezt az oldalt, mert akkor nem tud rámenni a ragasztóra a csillám. Így, így most már jó. És vegyük elő a rózsaszint. Öntsük bele. Úgy. Szuper, ennyi elég is lesz. Mi visszazárjuk. Oké. És indítsuk is el. Hű, de jó. Ez nagyon menő néz ki.
Tekerjük egy kicsit jobbra. Oké. Milyen marha jó! Mint egy igazi csillám hurikán! Hű! Oké, most a másik irányba tekerjük. Szuper! Így majd mindenhova jut egy kis csillám. Oké. Most pedig kikapcsoljuk. És vegyük is ki az unikorisunkat. Úgyni. Egyébként azért annyira jó ez a kapszula, mert így nem lesz csillámos az egész asztalunk. Na de vegyük le. Hű, nagyon jól néz ki szerintem. De most ismét várunk 2-4 órát, míg megszárad a ragasztó. Ezt zárjuk vissza. Hamarosan találkozunk. Na, itt vagyok megint. Vegyük elő és folytassuk. Oké, megint új ragasztót teszünk. Szuper. Zárjuk vissza és tegyük be a helyére. Oké, most ami megmaradt rész, azt fessük be. Úgy. Ott a szarvát. Szuper. Az orrát is. Ahhoz még veszünk egy kicsi ragasztót. Így. Szuper. És még ott a sörényét se hagyjuk ki. Nagyon jó. Kész is van. Tegyük bele akkor megint. Szuper. És tegyük rá a csipeszre. Nagyon jó. Most kicsomizók, én kéket fogok beleönteni. Szerintem a rózsaszín is, akik nagyon jól néz ki együtt. És szerintem Csócsó is díjazni fogja az ízlésemet. Na, zárjuk rá. És indítsuk el. Szuper. Jaj, kicsomizó. Amikor ezt elindítom mindig. Annyira, de annyira tetszik. Olyan menő, hogy így a csillámok össze-vissza repkednek. Jó, és most kapcsoljuk át a másik irányba. Egyébként még az is a nagyon jó ebbe, hogy attól függetlenül, hogy minden csillám össze-vissza repked, semmi nem megy az asztalra. Nem lesz csillámos semmi. Szuper! És vegyük ki az unikornist. Aszta! Ez nagyon menő lett! Jaj, kicsomizok, nekem ez annyira tetszik! Igaz, hogy még nem száradt meg, de én annyira kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki rajtam, hogy most ezt muszáj kipróbálnom, úgyhogy feltűzöm a ruhámra. Ide fogom tenni a bal kezemre szerintem. Így mi kinyitjuk, és beletesszük, de azért óvatosan, nehogy megszúrjátok magatokat. Oké. Inni. Jaj, ez annyira jól néz ki. Ezt nagyon-nagyon sokszor fogom hordani. Majd kiteszem az iskolatáskámra. Hát ez tényleg egy csodálatos csillámstúdió. Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És írjátok meg kommentben, hogy nektek mit hozott a Mikulás. Sziasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Kövess minket Instán! És ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, látogass el a Kedd csatornájára!